Velencébe tartunk. Titokzatos, fenséges fények irányába megyünk. Az autópályát elhagyva, a Velencét a szárazfölddel összekötő hídon a Ponte Libertén átjutunk a városba. A Velence körül épített csatornák egy része a 14.-15. századból származik. A Piazza Romára érve a San Marco garázsba kapunk helyet. Május van előszezon, bezeg nyáron egészen más a helyzet, és gyakran csak a városon kívül parkolható. Most a Canal Grande nagy kanyarját járjuk be, hogy eljussunk leszállóhelyünkhöz, a San Angelo állomásig. A San Angelo állomástól nem messze találjuk a Campo Santo Stefanót, ahol szállásaink van.
Alig van vendég ilyenkor, az éttermek, bárok is korábban zárnak. Jól esik egy finom grappa, és lefekvés előtt egy séta az éjszakai városban. Éjfél felé kihalt már minden, és a városra együtt mi is nyugovóra térünk. Másnap reggel már a napfényben fürdőváros fogad minket. Ez Velencéik legnagyobb tere. Itt találta Morosszóni és Loredán palota. A téren áll Nicolò Tomaseo tudós szobra is. A 13. században alapított Szent István templom finoman faragott gótikus ajtaján keresztül lépünk a templomba. Velencében mindig van bőven, mit kamera végre venni. A Campo di San Maurizio elegáns palotái gyönyörködtetik a látogatókat. A Campo Santa Maria Formosa a Szent Márk tér után legnagyobb tér Velencében. Egész évben kaphatók a karneváli állarcok. Velence belvárosán szétében hosszában közel 100 csatorna szeli át, melyeknek két legnagyobbika a két fő közlekedési útvonal, a Canale di Giudecca és a Canal Grande. A kisebb csatornák Rio elnevezést kaptak. A gondolákat hagyományosan 8 fafajtából akár 2 évig is készítik. A gondolakészítés apáról fiúra hagyományozódik, és a műhelytitkokat nem bocsátják nyilvánosságra. Minden gondolásnak saját engedélye van, összesen 425, amit nyugdíjba vonuláskor adnak át a vizsgát letett várólistás következő gondolásnak. A szigorú szabályok szerint pénzt csak gondolásként kereshetnek. Egymás közt a venét nyelvjárás beszélik, így nem értik meg az idegenek, miről is beszélgetnek. Sétánk során elérünk a barokk homlokzatú Chiesa di Santa Maria de Gioioz, amelyen láthatjuk a 17. századi átépítető Barbaro családtagjait.
Canal Grande, vagy más néven Canalazzo, Velence fordított S alakú fő csatornája, amely két részre osztja a történelmi központot. Közel 4 km hosszú, szélessége 30-70 méter, átlagos mélysége 5 méter. Velence egyik legfőbb épülete a Palazzo Ducale, az egykori velencei köztársaság fejének palotája. A gotikus világi építészet egyik remeke. A sóhajók hídján egykor Casanova is kénytelen volt átsétálni. A keresztelő János atyának tiszteletre épült Chiesa di San Zaccaria homlokzata a remek példája a velencei reneszánsz építészetnek. A templom története a 9. században nyúlik vissza, és számos művészeti alkotás közül ki kell emelni Giovanni Bellini San Zaccaria. Tovább a Cappella d'Oro oltárképét, ami a 15. században Lodovico de Forli alkotott. A ma is látható Riato kőhíd építése 1591-ben fejeződött be, miután az eredeti fahíd szomlott, amikor hatalmas tömeg gyűlt össze rajta, hogy megcsodálja Leonello d'Este, Ferrara Marchia mennyasszonyának vízi felvonulását. Jelenleg ennyi félretett csak filmünkbe. A legjobb, ami tehetünk, hogy visszatérünk, és Adria királynőjét újból és újból meglátogatjuk.